Fiataloknak művészekkel, művészeti szakokról címmel pályorientációs beszélgetés sorozat indult a Nyitott Műterem program szervezésében a Felsővárosi Alkotóházban csütörtökön. A pályaválasztás előtt álló fiatalok kérdéseire fehérvári alkotók válaszoltak, a délután folyamán Szabó Ani textilművész, Szegedi Csaba festőművész, kolorista és Varga Gábor Farkas tervezőgrafikus művész adtak választ és nyújtottak segítséget. Három kollégámmal február óta használjuk ezt a házat, amit a város biztosít számunkra, és elsősorban alkotási célra ehhez rendeltek nyitott műteremprogramot, tehát időnként biztosítanunk kell lehetőséget arra, az érdeklődők bejöjjenek. Ezen kívül van egy-két olyan nagyobb rendezvény, amihez szoktunk kapcsolódni. Ez egy teljesen új dolog, ez a pályaorientációs beszélgetés, amit azért találtunk ki, hogy művészeti pályára készülő fiatalok, középiskolások első kézből kaphassanak támpontot olyan művészektől, akik ezt a hivatást gyakorolják. Szegedi Csaba úgy fogalmazott, nagyon fontosak az ilyen pályaválasztási programok, hiszen egy a fiataloknak alkalmuk nyílik jobban megismerni az általuk kinézett szakot. A fiatalok ebben a korban nagyon bizonytalanok. A saját fiaimon is látom, akik most már ugyan egyetemisták, de a gimnázium utolsó éveiben nem könnyen találták meg, hogy milyen irányba menjenek, hiszen még nincs tapasztalatuk, nem látják át a világot, hogy mi való nekik, milyen lenne az az irány, ami az ő jövőjüket a legjobban szolgálná. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy mi idősebbek, akik már túl vagyunk egy-két dolgon, és át tudjuk adni a tapasztalatainkat. A délután folyamán számos érdeklődő megjelent, akik meghallgatták a fehérvári alkotók előadásait, majd kérdeztek is tőlük. Jövőben várhatóan szerveznek még ehhez hasonló eseményeket, ugyanis fontos, hogy a fiatalok minden létező segítséget megkapjanak jövőjükkel kapcsolatban.